Legion Tower. Igen, végre egy kis frissítés. Nekép jó, hogy nem ugyanazt látjuk folyamatosan. Remélem azért majd a spectate-et valahogy össze lehet kombózni veled, és rá tudok majd spectate-elni valamelyik játékosra, az mindenki pozitív lenne. És látok egy mate, talán ezen a mapon egész jól tudna funkcionálni. Végre egy random, vagy nem random, egy olyan nem mindennapos pick. Ebbe igaz van, hogy ez nem mindennapos pick az a mely, mert... Le is váltva azonnal, amint kimondtuk. Igen, a dupla McCree-vel ugye az OV Kings csapata, még az Anox is egy dupla McCree-vel fog menni, és ez zenyált a support, érdekes. A Rubik azért ugrik is föl szépen, és szépen elindul majd a control pontért. Íj, Rubikon azonnal beugrik, 2-3 ember közé, zenyálta lehet bajba, de azonnal a flash combóval ulba. Leszedés, így a kék csapat már 2 minusszal rendelkezik. Már 3 az a minusz, úgyhogy Sharky ugye egyedül kéne tartani magát lassan ugye. És sikerül Sharkynek megölni a Detoniát. És ő is ugye meghaladta. Függetlenül ugye kilokkolódott ugye a pont. Ki lesz a gyorsabb, ki lesz a jobb, aki ugye meg tudja találni és át tudja szedni a control pont. Vett az ügyességet ugye, ez a Kings csapata elkezdte uralni ezt a pontot. És az Anox most egy picit bajba van, így az első meccs kezdésén. Kicsit össze kell, hogy szedjék a gondolatékat, tehát egy picit túl sokat kempeltek a váróba. Igen, lehet, ez mondjuk lehetséges. Egy taktikai kicks húzás volt ez a lassított elindulás. És úgy néz ki, hogy hűi, ez beugrás. Rubikon meghalt azonnal ugye. Azzal a Winstonnal, és még mindig tudja uralni a Kings a pályának a közepét, és ez a lényeg, hogy ott az menjen fölfele. Ho-ho, Kenzi megérkezik a kombóval. Nagyon gyorsan elhagy Zarya. A piros oldalon, a King oldalon, és átveszi a control pont fölött az uralmat, az Anox. És talán ez az első pálya, ahol nem payloadulunk, hanem foglalunk. Úgyhogy ez mindenképp jó, hogy láthatunk ilyen pályákat is. Igen, végre capture pointos pálya. És kijön ugye, kijön itt a shield ugye. Mindkét oldal. Kijön itt a Deadeye és... Sajnos Enzfield nem sikerült kiillekedni. Deadeye-ok jönnek, ezt hallom, it's high noon, már háromszor hallottam. De úgy néz ki, 2 el a pirosaktól, ugye a Kings csapatától. Még ugye egy hal meg csak a kékektől. Ója, ez enyáltal nagyon rossz pozícióban, meg is hal nagyon gyorsan. Ugye érdemes nézni, hogy játszik ez a két csapat. Ugye maga a control ponton nincs háború. Neki kijön ide a nyílt terepre, és itt játsszák le a 6v6-ot, és senki nem áll a defend ponton, és gyönyörűen stackeli már ugye 46%-nál a kékek. Így, de jó volt ez az ulti, Sharkytól gyönyörű, de viszont másik oldalt is kijött ez Zarya ulti, dupla Zarya ulti, a kékektől 3 ember elhalt, még ugye a pirosoknál mindenki él. Azt a mindenitek idők, annak is megkal, mert 5 parat egyedül. Az milyen szép volt az Zarya ulti. Ebből bárki rosszul jöhetett volna ki, most ugye az Anox járt rosszabbul. Igen, azért nem volt semmi ez a próbálkozás, és amúgy igazad is van, nincsenek bent a ponton, mert nagyon be lenne zárva akkor az egész töltet, és könnyen be lehetne rájuk ugye menni. Kenzi meg is hal, annak következtében. Úgyhogy ez is én úgy gondolom, hogy egy tanulandó move azoknak, akik kevésbé vannak még taktikailag a toppon ebben a játékban. Igen, és úgy néz ki, hogy átveszi talán a kék csapat, hogy a control point fölött, oly, az It's High Noon nem ment ki, mert annak jött egy dupla heady headshot-tal, vagy shotgun-nal ledúrogtatta azt a McCree-nek a fejét, úgyhogy bajba most ugye a Kings csapata, az Anox. Szépen ugye át tudtam, még itt a végén ugye kiegyenlítettek ugye a százalékok eléggé ahhoz képest. Die, kijön Anak, egy kill, sikerült szedni, és még volt egy azizda, hogy meg is hal Anak gyorsan ennek következtében. Igen, ahhoz képest, hogy a Kings csapata lett is most nagyon fölhypolva az Anak ellen, egész jól állnak a kékek, és úgy tűnik, hogy megnyerik az első meccset. Bár így rassolnak már a pirosok, de nem hiszem, hogy be fognak érni. Igen, 99 overtime van. Ugye ugranak befele a Winstonok. Sikerül ugye Cypherek megölni a McCree-t, jól bát.
időközben kijött egy ultimate zenyátától, de sokat nem tud segíteni, az overtime le fog járni, és le is járt ebbe a pillanatban, hogy kimondtuk. Ilyen húzták be az első meccset az Anoxék, ahhoz képest, hogy nem ők kezdték a kontrollálást. Nagyon jól összeszedték a gondolataikat, és sikerült az, amit megbeszéltek. Igen, egyszerűen nagyon jól játszottak a srácok. Úgy néz ki, most az Anox volt ugye teljhatalmúra ennek a pályának, vagy hát nem teljhatalmú, mert azért voltak problémák, de azért sikerült ezt a pályát elhúzni. És időközben inként dupla Zariával fog játszni a piros csapat, még a másik oldal dupla McCree-t fogunk látni. Bár az adott a másik teambe. Igen. Közben ugye a Winston-ok szépen lakják a shieldet, le is járnak a shieldek. Eddig ilyenkor ugye Lucy ezen a pályán erős, mert le tudja lögdösni az embereket, ha arról van szó. De úgy néz ki, hogy a kék csapat ugye Anox névvel azért szépen kezdenek el hullani. Mert 3-4 ember már meghalt. Igen, és még nem volt kontrollálható a control pont. Már azelőtt lement a csata, és megint a pirosok szerzik meg a control pontot, ahogy az előbb. Kérdés, hogy megint tud-e majd fordítani a kék team. Igen, és jön a shield, sárkító, talán most sikerülhet. Kijön a Haignun, találunk-e valami, TVD meg is hal, TVWD meghal. Még ugye Rubikon és Anak is meghal a másik oldalt. Ijajajajajaj, Kenz is befigyeli ezt a flash csans, nem sikerül, nem volt jó a kombó. Én úgy tűnik, nagyon jól tudják használni a három tankos felállást. Igen, kijött Lucy ulti, mind a két oldalt, ahogy nézem, hát is kinek lesz ez jobb. És úgy néz ki, talán Cypher, ugye Cypher, le lett lökve a mapról, a Haignun kijön. Egy elég jó egységet képvisel most a Kings csapata. Piros színnel, nagyon jól jönnek ki ugye ide a lépcső sarkára és sebeznek, majd ugye mennek vissza healelni egymást. Nagyon jól mozognak együtt, és most az Anox egy picit össze van esve, és elég nagy bajban vannak, úgy tűnik, hogy egy-egy. Nagyon úgy néz ki, ezt a mapot ezt jobban tudja kontrollálni a Kings. Ilyen Primer Rage-es Winston meg is hal, Zitzhai Nunnokat hallgatom jobbra-balra, hát ennyi McCree van, hát 4 McCree van a meccsbe. Így Cypher időközben meghalt egy kombóból, vagy Cypher megölt Ensfieldet. Zarya egyedüli emberként tartja most még a kontrollpontot, most csatlakoznak hozzá a többiek. Igen, szépen ugye Winstonok pár arcát látjuk a shieldekkel. És kijön egy... Oj, de szép volt az a Zarya ultimate, mindkét oldalt kijött, de hát... Die is, de hát az nem tartott sokáig. És a kék csapat megint elhalva, és 90% nézzük, sikerül a contest vagy. Overtime sem lesz. Nincs overtime. Úgyhogy egy-egy. Ez viszont most nagyon magabiztos kör volt az előzőhöz képest. Nézzük, mit csinálnak egymással az utolsó. Igen, ez a pálya, ez itt az utolsó rész, ez nagyon érdekes, mert ugye bezárt részről beszélünk, ami ezért szépen tudja, hogy a Winstonoknál. Mert kis megszakításokkal van ez a bezárt rész. Gondolom, hogy itt talán fogunk látni egy farát, gyönyörűen föl tud ugye erre a kis kilépőre jönni és föntről dalálni rakétával a társait, de még jelenleg nincsen kipikkel, bár annak helyett, vagy a Reaper helyett talán beleférne ebbe a team combo majd a kékeknél egy fara. Meglátjuk, később lehet, hogy úgy döntenek, hogy ez egy jó választás lesz. Igen. Szükség lesz rá, oldalról jön ugye a... Mint látható. Ugye a Kings csapata. Közben úgy mekkora fight, hogy a control ponton már kettő embertől elköszödünk. Ugye az Anox már 3, 4, 5, 6 team vibe. Ott az egész, úgyhogy mindenki tette a dolgát, mindenki szedte egy kill-t. Úgyhogy eddig nagyon-nagyon jól áll ugye a Kings csapata. Hogy megnyeri ezt a meccset is. És olyan szinten kontrollál megint, hogy ugye nem veszít embert. Egy gyönyörűen védik meg egymást. Ahhoz képest, hogy ugye egy supporttal játszanak. Igen, és szépen, oly de szép volt Olbától az a flash combo, megint Kullernek sikerül megölnie.
De közben dupla McCree alkot szépen. Így de jó volt ez a headshot a végére Cypher-től. És úgy néz ki, hogy át tudja. Ott három Cypher két headi egymás után teppelve. És így body shot a végére. És egy illúzió is meghal, úgyhogy gyönyörű Cypher. Sajnos ugye arról nincsen adatunk a mérkőzések után, hogy ugye a találati arányok azok milyenek. Mert azért itt is sokban függ az ügyesség, és ugye van néhány karakter, amivel ugye nem kell céloznunk, de azért a McCree-k nagy rész erről szólnak, és sokszor a különbség, szerintem az, úgy jön ki a különbség, hogy sokat lő mellé egy adott McCree, aki igen, mondjuk kikap. És időközben kijön egy Lucy Ultimate, kérnek a Hygnunok megint, és a kék csapat, úgy néz ki az Anox, az nem teljesít olyan jól, mert halnak elfele, és addig ugye szépen a Kings csapata ugye uralja a pontot már 40%-on túl, úgyhogy már hatalmas a harc, mert ugye ez az utolsó pont ennek a mérkőzésnek is, még ugye egy-egy az állás, egy nagyon fontos lenne mindenki csapatnak ugye megnyerni, ha tovább akarnak jutni a semifinal és a quarterfinal-ökbe. Időközben, újjaj, beugranak ugye a Winstonok és már három embertől elköszönünk, ugye Kings csapatától, csapatában lévő emberekről beszélünk. És ez most egy nagyon izgalmas döntő meccs. Bár én mindig nem érzem nagyon azt a Reaper picket ide, túl nagy a terep és nagyon közelről jó a Reaper, és sokszor nem, nincs esélye annyira, hogy közel menjen. Igen, egyszerűen mint egy ilyen hurkatöltőbe, hogy bezúzódnak az emberek és ő is elhal, mert nem sok HP attól függetlenül. Most van ultja, kíváncsi lesz, hogy ki tudja majd használni ezt. Igen, az időközben kíváncsi, és kijön egy Zarya, dupla Zarya ulti, mindegyik játékos ott van egy helyben, hát kilőjön ki, tehát egymáson állnak. És mind a két oldalt nagyon csúnyán halnak el az emberek, de ugye ezt a King szívja meg jobban. Ott volt még egy jó flash Kenzitől, és majdnem egy team vibe. A Reaper ulti, ahhoz ki, és gyönyörűen nem is jött ki, ugye a két Zarya ulti után, gyönyörűen kivárják, hogy majd ugye a nagyon just in case szituáció. És megint egy Zarya ulti, mert ugye több Zarya, arról beszélünk a Kings csapatánál, és ez úgy néz ki, hogy sikeres is, mert látjuk, hogy a kék csapat, ugye az Anox kezd el ugye elhalni folyamatosan. És megint együtt mennek a százalékok, 78%, és lassan ugye kiegyenlít a Kings csapata. És ugye már meg is fogja előzni, szépen megy be a Lucio speedboost-tal Zanox, és talán most egy jó ultimate. Ki is jött a die, de ugye sok minden nem sikerült belőle szedni, mert jó volt a helyezkedése ugye a Kings csapatnak. Ugye Sharky meg fog halni, és szépen ugye élednek vissza a McCree-k, de... És nagyon hiányzik, majd jön az a bizonyos hatos tracer. Tracer combo, mennek be a pontra, lesz overtime, nincs overtime, és a Kings tovább megy a semifinalbe. Az a végén az a hatos tracer az jó volt, azt tetszettem, hogy... Wow, kíváncsi leszek, szerint lesz rajta egy lelökés majd. Igen, igen, ott az a lelökés. Bully az volt. Hát ez volt. És itt látjuk, hogy szépen a Kings. Az overage David Gettája lehozta a meccsen.